Hamarosan a postaládákban lesznek a maszkok. Minden nagykanizsai háztartásba jut két-két egészségügyi maszk abból az 50 ezer darabból, ami az elmúlt héten érkezett meg a városba. A maszkokat ma délelőtt steril és higiénikus körülmények között csomagolták be az önkormányzati intézményrendszer dolgozói, a posta munkatársai pedig a héten házhoz viszik. A város ezekkel a maszkokkal kívánja segíteni azokat, akik munkavégzés vagy vásárlás miatt el kell, hogy hagyják otthonaikat. Balog László polgármester közösségi oldalán mondott köszönetet a boríték, és a kiszállításban résztvevőknek, valamint Horváth György közreműködéséért is, mert a szállítványa vállalkozó kínai kapcsolatának segítségével érkezett a városba.